Üdvözlöm Önöket ma délután, igazgatóasszony, professzor urak, tisztelt vendégeink és kollégák. Megnyitnám a győztesek és legyőzöttek, avagy a békeszerződés a másik szemszögéből című tudományos tanácskozásunkat, amely a Budapesti Olasz Kultúrintézet és a Centenáriumi Emlékbizottság közös tudományos rendezvény sorozatának most már a negyedik fejezete, hogyha nem számolom bele a filmvetítéseinket és azt, ami még jön. Sokat dolgozunk együtt, sokat működünk együtt. Köszönöm még egyszer a partnerségét igazgatóasszonynak. A mai rendezvényünk a győztesekről és legyőzöttekről, a nekik többnyire Nyugat-Európa részéről diktált békefeltételekről fog szólni, amelyből hitem szerint ki fog derülni az, hogy bár 2,5 éven keresztül küzdöttek egymás ellen olaszok és magyarok, mai Olaszország, Ausztria, Szlovénia területén, de tulajdonképpen a két nemzet a győztesek részéről megalázó békefeltételekben részesült. Magyarország esetét mindannyian ismerik, az olasz béke, ami az olaszok számára nem volt kielégítő, annak a feltételei szintén ki fognak derülni. És ahogy itt novemberben elhangzott a Korforduló című rendezvényen, ahol 4 olasz és 4 magyar kutató mondta el meglátásait az első világháborúról, mint korfordulóról. Tehát itt az derült ki, hogy a 100 évvel ezelőtti véres háború, ami egymás ellen fordította az olaszokat és a magyarokat, az nem vertéket a két nép közé, és azt gondolom, hogy ez a mostani tudományos tanácskozás is azt jelzi, hogy a háború nem tudott minket elfordítani egymástól. A felszólalók sorrendje, az magyar és olasz lenne, 20-20 perces felszólalásra van lehetőség, utána pedig kérem a közönséget, hogy kérdezzem. Elsőként Balog András történész diplomata beszélne, aki a Centenáriumi Emlékbizottság Tudományos Tanácsadó Testületének a tagja, Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett történelem szakos diplomát 67-ben, ezután külügyi osztályon dolgozott, 76-ban kandidált, 87-től pedig egyetemi tanár. Magyarország Új-Delhibe delegált nagykövete volt, 95 és 99 között pedig a Magyar Külügyi Intézet főigazgatója volt, akadémiai doktor és volt bankoki nagykövete is Magyarországnak. Magyarország nemzetközi kapcsolatainak története nemzet és nacionalizmus összefüggése áll tudományos érdeklődésének a homlokterében. Köszöntöm itt nálunk professzor urat, és megkérem, hogy az Értelmetlen háború, értelmetlen békeszerződés című előadását tartsa meg. Köszönöm, elnök úr! Tisztelettel köszöntöm mindazokat, akik ezen a szép tavaszi-nyári napon föláldozták a szabad idejüket és eljöttek, hogy azokról a kérdésekről tanácskozzanak, hiszen én úgy gondolom, hogy ez egy interaktív összejövetel, amelyek én azt hiszem, hogy bennünket érdekelnek, és hiába egy évszázad választ el bennünket a nagy háborúnak a kitörésétől, ezek nagyon élénkek. Nagyon sok országban, és hozzáteszem, nem csak Magyarországon, ha arra gondolok, hogy az elmúlt hetekben óriási és gyönyörű ünnepségek zajlottak a távoli Ausztráliában és Új-Zélandon is, itt a törökökkel vívott nagy háború tulajdonképpen a leglényegesebb történelmi emlékek közé tartozik, sőt, sokak szerint a leglényegesebb még az ausztrálok és az új-zélandiak számára. Hát hogy ne lenne a mi számunkra az, hiszen Magyarország nem egyszerűen részt vett a háborúban, nem egyszerűen egy vesztes, hanem talán a legnagyobb vesztese ennek az első világháborúnak. Amiről beszélni szeretnék, az, hogy én adtam egy furcsa címet az előadásomnak. Hölgyek, urak, hallják, amit mondok, mert jelezzék azonnal,
Jó, akkor kicsikét közelebb is hozom, és hangosabb is leszek. És ha úgy érzik, hogy teljesen disszonáns az, amit elmondok, akkor rögtön jelezzék, és megpróbálok védekezni akkor. Ugyanis ezek máig vitás, élő kérdések. Tehát nem egy történelmi leckét kívánok én felolvasni, és teljesen jól tennék akkor, hogyha valamiféle száraz felolvasást hallanak, hogy fölállnak és ott hagyják azt a professzort, aki erre képes. Nos, én a következőket adtam a címek, értelmetlen háború, értelmetlen békerendszer. Valaki mondhatja azt, hogy minden háború értelmetlen, de ez egy túl általános megfogalmazás. Háborúknak különböző fajtája van. Vannak olyan háborúk, amelyek egy nemzet számára esetleg a rabságtól való megszabadulást jelenti, vagy a védelmet jelenti, vagy valami nemes célt akarnak elérni, akár a középkorban, akár az újkorban. Ez a háború semmiféle tisztességes és nemes célt nem jelentett. Az első világháború ilyen értelemben értelem nélküli, erkölcs nélküli, világosan megfogalmazott célok nélkül van. Csak a történelem furcsa játéka volt az, ami belevitte az első világháborúba a világ nemzeteit. És hozzáteszem, ebből az is következik, hogy az első világháborút lezáró békék, majd a ezen békeszerződések után létrejött békerendszereket szintén értelmetlennek nevezhetjük, abba úgy is, hogy ami kialakul, tehát ez a Versailles rendszer itt a mi számunkra Európában, de az egész első világháború utáni békerendszer, ez valami rettenetes következményekkel járó békerendszer volt, és eltér a többitől. Hadd mondjam el azt, hogy többféle békerendszer, úgy is fogalmazhatnék, többféle nemzetközi rendszer létezett a világtörténelemben. A 17. századtól kezdve a nemzetközi rendszerek közül a legismertebbek a Westfáliai rendszer, a Bécsi rendszer, így a Versailles, majd a Jaltai, mint legutóbbi nagy komprehenzív rendszer. Ezek meghatározták Európa és a világnak a sorsát. Ezek azok a nagy világrendszerek, amelyek a világ akkori hatalmainak együttes részvételével, természetesen státuszuk különböző volt, esetleg egy évszázadra, vagy még hosszabb időre eldöntötték azt, hogy melyek a keretei a nemzetközi kapcsolatoknak. Hát közismert, hogy a Westfáliai rendszer az jó sokáig tartott, tulajdonképpen a nemzetek Európájának koncepcióját erősítette meg. A Bécsi rendszer, vagy Metternichi rendszer, ez a napóleoni háborúkat zárta le, és bizony ez is hosszú generációkon keresztül szabályozta az európai állapotokat, és miután Európa volt a világnak a közepe, joggal mondhatjuk, mindenfajta különösebb sovinizmus nélkül is, ez azt jelentette, hogy tulajdonképpen a világrendszert meghatározta. Na most ezekhöz képest a versailles-i vagy párizsi békerendszer nagyon nagy mértékben eltér. Ugyanis a Westfáliai rendszer, vagy a napóleoni háborúkat lezáró és új nemzetközi perspektívákat nyitó Bécsi rendszer tulajdonképpen hosszú távra békét teremtett, nem föltétlen olyan békét, amivel mindenki egyetértett, de alapvetően ezeknek a békeszerződéseknek a fő mondani valóját el tudták fogadni. És stabilitást hoztak. Na most a fenti rendszerektől miben különbözött a versailles-i rendszer vagy párizsi rendszer? Először is abban, hogy még az előbbiek az akkor ismert világnak a nagy részére kiterjedtek és magukba foglalták. Hangsúlyozom, hogy Európát jelenti
a korábbi békerendszereknek a többsége, hiszen bevonódnak ugyan az Európán kívüli területek, de mint alárendelt területek az európai hatalmaknak. A párizsi rendszerben, nézzék meg, micsoda furcsaság, és mennyire benne vannak már a bizonytalanságok az egészben, kezdettől fogva. Kérem szépen, eleve az Egyesült Államok, amely bábáskodott a párizsi rendszernek a kialakításának, nem vett részt benne. Az amerikai visszavonultak. A párizsi rendszerből kihagyták eleve Európa két legjelentősebb hatalmát, a szárazföldi Európa két legjelentősebb hatalmát. Az egyik Németország, amely akkor is már a legfontosabb gazdasági hatalom volt Európában, a másik pedig Oroszország, amelyik a legnépesebb, legnagyobb és potenciálisan óriási perspektívákkal rendelkezett. Tehát úgy jött létre ez a párizsi rendszer, hogy ebből a világnak három meghatározó nemzete távol maradt. Pontosabban eltávolították, vagy nem vették be. Na most ez azt jelenti, hogy már eleve a rendszer tehát működésképtelen volt kezdettől fogva. Hozzátartozik még az általános jellemzők közé az, hogy ilyenfajta megkülönböztetés győztesek és vesztesek között nem létezett a Westfália vagy a bécsi rendszer. Emlékezzenek rá, a napóleoni háborúk után, Napóleon legyőzése és Franciaország legyőzése után jön létre a bécsi rendszer, ám arra világosan ügyeltek, hogy megkülönböztessék a trónbitorlónak tartott Napóleonnak a szerepét, Franciaország szerepétől, és Franciaországot egyenrangú félként a békerendszerbe bevették. Na most ez nem történik meg Párizsban. Az éles megkülönböztetés azt jelentette, hogy az országoknak, a nemzeteknek egy része eleve magán kellett, hogy viselje mindazokat a terheket, amelyeket egy vesztes háborúval egy ország szembe találta magát. Ez tulajdonképpen teljesen ellentétes volt az európai tradíciókkal. Ez a dzsingiszkáni rendszer, az oszmán rendszernek volt a sajátosság, hogy elpusztítom a vesztes, de hozzáteszem, még az oszmán birodalom is nagyobb tiszteletet mutatott sokszor a vesztesek iránt, mint amit egyébként a párizsi rendszerben tapasztalhattunk. Na most ennek szörnyű következményei voltak, mint közismert, hiszen nyilvánvaló, hogy a világ országainak jelentős része, beleértve egyébként a nagyon jelentős európai hatalmakat, nem fogadhatták el ezt a rendszert. A következő nagyon fontos sajátossága volt ennek a rendszernek az, hogy a győztes hatalmak közül a legfontosabbak Anglia és Franciaország tulajdonképpen maguk is nagyon sokat veszítettek az első világháborúval. Tehát itt nem arról van szó, hogy föltétlenül megoldottak volna minden problémát, sőt, tulajdonképpen azzal, hogy a saját gyarmati rendszerüket kívánták stabilizálni, sőt, kiterjeszteni az első világháború után, egy elfogadhatatlan, abban a korban már perspektívikusan, ismételten értelmetlen célt követtek. Hadd jegyezzem meg még azt, ami nagyon általános, hogy az első világháborúban kénytelenek voltak a hatalmak megfogalmazni valamilyen módon a nemzeti önrendelkezésnek a jogát. Ezt egyébként Wilson fogalmazta meg legjobb, de hozzáteszem, hogy ez a központi hatalmaknál épp úgy szerepelt, mint az antant hatalmaknál bizonyos vonatkozásokban. Például a Lengyelország nemzeti létének helyreállítása szerepelt a szemben álló feleknek a propagandájában és valóban a tényleges célkitűzésekben. Ami az önrendelkezés elvét jelenti, ez egy szinte gúnyos és elfogadhatatlan nagyhatalmi játéknak és összeesküvésnek lett a része az első világháború után. Ez ürüggyé vált ahhoz, hogy különböző birodalmi és szűklátókörű nacionalista célokat kövessenek egyes országok. Azt hiszem, a jelenlévők pontosan tudják, hogy éppen itt van egy nagy kapcsolódási
lehetőség Magyarország és Olaszország között. Jól lehet, Olaszország a győztesek között szerepelt, Magyarország a vesztesek között, de Olaszország valós nemzeti érdekeit és ambícióit nem vette tudomásul az első világháború utáni rendezés. Nem szenvedett Itália akkora veszteségeket, mint Magyarország, de szenvedett, és főleg az, hogy az olasz nemzeti törekvéseket, ambíciókat, elképzeléseket messze menően figyelmen kívül hagyta a párizsi békerendszer. Tehát tulajdonképpen a győztesek közötti vesztes pozícióját tudta elfoglalni. Ebben az értelemben látok egy nagy kapcsolódást Magyarország és Olaszország között, és ez eleink ezt nagyon gyorsan felfedezték. Annak ellenére, hogy teljesen különböző sajátosságai vannak Olaszországnak és Magyarországnak ebben az időben, mindenki tudja, mások a méretek, a történelem, perspektívák, a demográfiai folyamatok, de azt mindenki világosan tudta, hogy mégis van a két ország között nagyon fontos összekötő kapocs az első világháború után is, ami azt jelentette, hogy a két államnak nem egyszerűen csak bizonyos vezetői, hanem a népei is ezt a közeli kapcsolatot, bizonyos értelemben történelmi egymásra utaltságot jól érezték. Az, hogy egymással szemben vettünk részt a háborúban, ez általában hosszú nemzedékekre rossz viszony szokott teremteni. Hadd mondjam el önöknek, az én nagyapám Doberdónál és Isonzónál harcolt éveken keresztül, de soha sem őnála, sem más családoknál, ahol megvoltak ezek az kapcsolatok, egy pillanatig föl nem vetődött, hogy az olaszok ellenségek lennének. És én úgy tudom, hogy fordítva is ugyanez a helyzet. Tehát itt megint csak arról van szó, hogy volt valami szép is a háború után, de hozzáteszem, hogy eleve nagyon rosszak voltak az általános keretek. Hölgyeim és uraim! Amikor arról beszélek, hogy Magyarország a legnagyobb vesztesek közé tartozott, benne van megint a párizsi rendszernek a ma sajátossága, hogy egyáltalán nem vett tudomást a saját elveiről, arról, hogy a nemzeti önrendelkezés jogát hirdeti meg, de közismert, hogy ez a magyarokra nem vonatkozott, és ilyen értem Magyarország azért is egy nagy vesztes, hiszen a magyar lakosságnak ugye egy igen jelentős részét, több mint egyharmadát a határokon kívülre szorította, és elveszítette Magyarország a területének is a kétharmadát. Na most, kérem szépen, az etnikai elv azonban nem érvényesült, sőt, a létrehozott úgynevezett utódállamok, ezek maguk sok nemzetiségűek voltak, és az uralkodónak számító nemzetek aránya kisebb volt, mint a történelmi Magyarországon a magyaroknak az aránya. Ez vonatkozott Cseh-Szlovákiára, vonatkozott a szerbek, horvátok, szlovénoknak a királyságára is. Tehát ebben megint benne van egy sajátossága az első világháborús békerendszernek. De hozzáteszem, hogy szűklátókörűek lennénk, ha egyszerűen a mi magyar történeti szenvedéseinkre, jogfosztottságainkra, mindenféle veszteségeinkre koncentrálnánk, az egész rendszer volt hamis és veszedelmes következményekkel járó. Hadd tegyem hozzá, hogy a nagy későbbi feszültségekhez hozzátartozott az is, az általános problémákon kívül, amiről az előbb próbáltam beszélni, Törökországot, a tulajdonképpeni Törökországot is felosztották, sőt az eredeti elképzelések szerint Törökország, mint nemzetállam nem is létezett volna. Akiknek ígéretet tettek, araboknak, örményeknek, kurdoknak, ezeket az ígéreteket kizárólag a nagyhatalmi politika játékszerének tekintették, és én úgy fogalmaztam, hogy ezeket a nemzeteket ugyanúgy becsapták, mint magukat a törököket. Nézzék meg, hogy milyen következményei vannak ennek is. Hát azt, hogy Európában láttuk ennek a rossz békerendszernek a következményeit, hát ezt egy szóban úgy fogalmazhatjuk meg a II. Világháború.
ilyen értelemben talán nem is két külön háborúról van szó. De hozzáteszem, hogy ahol csak ez az új rendszer kiterjedt, ahol szerepet játszott, mindenütt az időzített bombák beépültek. Nézzék meg a Közel-Keletnek a problémáit. Hát ezek nagyrészt az első világháborús rendezésekben mennek vissza. Nézzék meg az örményeknek a problémáit. Nagy Örményországot ígértek. Önálló Kurdisztánt. Egyikből se lett semmi. Sőt, nézzék meg, ami zajlik a Közel-Keleten, tulajdonképpen azt jelenti, hogy ennek az első világháborús rendezésnek a felemássága, értelmetlensége, butasága, erkölcstelensége, önzése eredményezi azokat a fejleményeket, amikkel ma szembe találjuk magunkat. És egyébként ez az egész világra kiterjedt. Még a távoli Kínára is. Nagyon szépen az úgynevezett Shantungi kérdés. Aki külpolitikával foglalkozik, azt tudja, hogy ez egy rendkívül fontos problémakör. Ezt Németország szerezte meg magának. Utána szó sem volt arról, hogy a kínaiaknak visszaadnák ezt a területet. Tehát még a Távol-Keleten is nagyon nagy mértékben az első világháború fejleményei és a világháborút lezáró békerendszerek nagy mértékben hozzájárultak az instabilitáshoz. És még hozzáteszem azt, amiről beszéltem, hogy ez a békerendszer ugye nem terjedt ki az egész világra, és ez van egy óriási ellentmondás. Az eddigi békerendszerek az akkori világnak a legfontosabb területeit mind magába foglalták, csak hogy ebben az időben már csak egy globális nemzetközi rendszerről beszélhetünk az első világháború időszakában. Azt jelentette, hogy maga az Egyesült Államoknak a kihagyása, Kínának a teljes negligálása. Ez végül oda vezetett, hogy az amerikaiak kénytelenek voltak egy másik békerendszert is megteremteni, a washingtoni rendszert. Na, persze sokan úgy szokták mondani a diplomáciai történetben, hogy párizsi-washingtoni rendszer, az egy kis túlzás, mert a washingtoni rendszer bizonyos értelemben revideálta is Párizst, és kiegészítette is másról szólt. Tehát mutatta, hogy a párizsi rendszer nem volt globális rendszer egy olyan időszakban, amikor már a világot csak globális terminusokban lehet leírni. Milyen tanulságokat vonatunk ebből le? Az a tanulságot, hogy egy rossz békerendszer az igen súlyos veszedelmeket rejt magába. És itt világosan kiderült, hogy nem volt hosszú távú gondolkodás. A győztesek egyszerűen primitív, önző szatócsként viselkedtek, és nem államférfiként. Félrejtés ne essék, nekem semmi bajom nincs a szatócsokkal és általában a kereskedők, és nagyra becsülöm őket. Csak egy államférfinak más a feladata. Egy államférfinak hosszú távon stabil rendszert kell kialakítani, hogyha ténylegesen világtörténelmi méretekben gondolkodik. Nos, itt nem úgy gondolkodtak. Az első világháborút lezáró békékben szerepet játszók rendkívül alacsony erkölcsi szintet mutattak, de ez még a kisebbik baj lenne. Lehet, hogy a Westfáliában összeülő vezető diplomaták sem voltak önmagukban teljesen tökéletes emberek. Viszont a még lényegesebb, olyan képességekkel kell rendelkezni, hosszú távú gondolkodással, felelősséggel. Most ez nem volt meg. Úgy fogalmaznám meg, hogy a szűklátókörűség, az önzés, a pillanatnyi érdekek dominanciája jellemezte ezeket a béketárgyalásokat és magát az új békerendszert is. Igazából a hatékony és tartós nemzetközi intézményrendszer létrehozásának az elmulasztása történt. És nézzék meg, miután megoldatlan problémák voltak, miután még Európa nagy nemzeteinek egy részét is kirekesztették, miután az Egyesült Államokat gyakorlatilag nem tekintették olyan partnernek, amelynek döntő szerepe van az európai fejleményekben, ez egy nagy tanulság. Az Egyesült Államok nélkül nem lehet európai politikát csinálni. Ez lehet, hogy keserű sok európainak, csak hogy ezt a keserűséget el kell fogadnunk,
akkor, hogyha rájövünk arra, hogy a győztesek sem tudtak sem az első, sem a második világháborúban, sem a világháború utáni rendezésekben az Egyesült Államok nélkül szerepet játszani. Szidhatjuk, és jó is, hogy a szidunk amerikaiakat és mindenkit, akit tudunk, de mi nekünk a realitásokból kell kiindulni. Úgyhogy, hölgyeim és uraim, én ennyit kívántam elmondani, azzal, hogy szerettem volna világossá tenni, hogy egy értelmetlen háborút követő, értelmetlen nemzetközi politikai rendszerről lehet beszélni, és hát nyilván Markó Kuczi, professzor barátom lesz, aki ezt ki fogja egészíteni, mást mond, el fogja mondani, hogy esetleg egyetért egy-két paragrafussal, vagy pedig elveti az egészet úgy, ahogy van, és akkor majd vitatkozunk önökkel együtt. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmüket. A professzor úr szokásához híven nagyon izgalmas előadást tartott, köszönjük szépen. És a beszéd után két dolog jut eszembe, egyrészt a Centenáriumi Emlékbizottság konferencia kiadványának címe Európai Testvérháború, amely felidézi ezt a konfliktust, és talán ebből a beszédből is kiderült, hogy értelmetlen és felesleges testvérháborúról van szó, amely ráadásul a Westfáliai béke 150, a bécsi békeműnek a 100 éves periódusát azt nem tudta elérni, hiszen éppen hogy 20 évig volt érvényben. És hogyha már a rokonoknál tartok, akkor engedjék meg, hogy elkotyogjam, hogy az olasz professzor úrnak a nagyapja is a isonzói, doberdói fronton küzdött, mégpedig magyar professzor úr nagyapjával egy oldalon, hiszen isztriai olaszként az osztrák-magyar monarchia seregébe, elnézést, hogy elkotyogtam, de hát elmondta, és nem tudtam magamba tartani. És azt gondolom, hogy ez a háború groteszkségéből elég sok mindent megvilágít. Markó Kuczi professzort mutatnám be önöknek, aki Olaszország csonka győzelem címmel fog előadást tartani. A Milánói Egyetemen szerzett politikatudományból diplomát 1991-ben, 2003 óta Európa jelenkori politika történetének doktora, Milánói Egyetemen jelenkori történelmet tanít, összehasonlító politológiával is foglalkozik. Szakterülete a fasizmus és az újfasizmus, története megjelenése, Jugoszlávia és a Balkán 20. századi történetével foglalkozik, és megemlíteném legújabb könyvét, amely Háborús ételek, élelmezés Olaszországban a világháború alatt címmel készült, és felkérném professzor urat, hogy tartsa meg előadását. Bene, grazie. Grazie. Innanzitutto voglio ringraziare la Terror Asa, spero di averlo pronunciato bene, Museum, e quindi anche l'amico Márton Békés. Ringrazio il professor Balos per la sua bella relazione e ringrazio l'Istituto Italiano di Cultura, la dottoressa Gianotti e i suoi collaboratori e collaboratrici per l'ospitalità e per la possibilità che mi ha dato, e soprattutto ringrazio tutti voi per la pazienza che avrete nell'ascoltarmi, soprattutto tenendo conto che quanto ha già detto il professor Balos è molto esaustivo circa la natura della prima guerra mondiale come guerra assurda, come guerra talmente paradossale, come ha detto infatti anche Márton, che è una guerra che ci vede oggi eredi di gente che ha combattuto talvolta dalla stessa parte pur appartenendo a etnie differenti. Mio nonno, come il nonno del professor Balos, ha combattuto nell'esercito imperial regio come italo-croato, e c'erano ungheresi, e c'erano boemi, e c'erano austriaci, tutti combattevano da quella parte, tutti combattevano molti anche dall'altra. Mi verrebbero in mente anche racconti di mio nonno, ma adesso non li posso fare, circa l'incontro tra italiani delle due parti, perché questo è quello che è capitato durante la Prima Guerra Mondiale, italiani che combattevano con l'Italia
e italiani che combattevano con l'impero austriaco. Perché il mio titolo, Una vittoria mutilata, punto di domanda? Ma secondo me per comprendere questo titolo bisognerebbe fare un piccolo salto indietro e arrivare anzitutto a capire quelle che erano le due grandi anime della volontà di intervento, il cosiddetto interventismo, ovvero sia quando l'Italia, quando scoppia la Prima Guerra Mondiale, l'Italia si divide tra chi vuole intervenire in guerra e chi vuole rimanere neutrale. Lo scontro dura un anno, ma all'interno del movimento interventista vi erano coloro tendenzialmente legati a una tradizione risorgimentale, molto vicina anche alle esperienze ungheresi, peraltro, pensate a Kossuth, Garibaldi, eccetera, che riteneva questa parte che l'Italia dovesse intervenire a fianco dei paesi dell'intesa per perfezionare il risorgimento e quindi aggiungere a quanto era già stato riunito ulteriori territori ritenuti italiani ma sottoposti alla dominazione asburgica. Il Trentino, ovvero sia la città di Trento, attenzione, il Trentino, non il Sud Tirolo o Alto Adige, solo il Trentino, perché il Trentino era popolato da italiani. La Venezia Giulia, che intendiamo con questa regione, praticamente la regione attorno a Trieste, e in più l'Istria, nella sua componente, nel suo settore occidentale, popolato anch'esso a maggioranza italiana. Ci si doveva fermare lì, nell'analisi dei grandi esponenti dell'interventismo democratico, nomi noti credo anche in Ungheria, Leonida Bissolati, Gaetano Salvemini, esponenti di primo piano di una sinistra democratica, non rivoluzionaria, molto legata appunto alla tradizione risorgimentale. Ma l'Italia, tra il 1861, anno di nascita del Regno d'Italia, dell'Italia Unita, e la Prima Guerra Mondiale, aveva visto svilupparsi anche un'altra cultura, una cultura ipernazionalista, la quale partiva dal presupposto che una volta conquistata l'unità nazionale, fosse necessario lanciare l'Italia verso altre prospettive, altri confini, altri obiettivi, diventare cioè la più grande delle piccole potenze o la più piccola delle grandi potenze o la più grande delle piccole potenze. Questo era il gioco di parole, cioè essere in qualche modo al centro della situazione internazionale, trasformandosi da piccolo stato regionale a grande potenza mediterranea. Il concetto cioè della autodeterminazione dei popoli e del riunire tutti i popoli di lingua italiana era superato dall'idea di diventare dominatrice del Mediterraneo. Per dominare il Mediterraneo bisognava diventare eredi dell'antica Repubblica di Venezia. Per diventare eredi dell'antica Repubblica di Venezia bisognava conquistare tutta la Dalmazia, controllare l'Albania, controllare la costa greca se necessario. Spingersi in Libia, come è stato fatto nel 1911-12, ribadire una presenza nel Mediterraneo orientale, battendosi anche diplomaticamente con l'Impero Ottomano e anche con la Gran Bretagna, e in buona sostanza trasformare uno Stato che era ancora in fase di costruzione, uno Stato debole, uno Stato economicamente ancora in una situazione arretrata, ben diverso dall'impero austriaco, ma ben diverso anche dalla Germania, dalla Francia, dalla Gran Bretagna, in una potenza. Insomma, volevamo diventare un gigante, ma avevamo i piedi d'argilla. A questo punto, il 26 aprile 1915, dopo una lunga trattativa con entrambi gli schieramenti, l'Italia teoricamente era alleata di Vienna e di Berlino. Ma Vienna e Berlino, soprattutto Vienna, non dava all'Italia quello che l'Italia chiedeva. L'Italia tratta, e non è un giro di valzer, come lo chiamò il ministro von Bülow, quello che fa l'Italia. Von Bülow disse,
bisogna concedere alla fidanzata ogni tanto di ballare con qualcun altro. Non vuol dire che ci tradisce. L'Italia non tradiva nessuno, ma trattava diplomaticamente, e qui ho un ambasciatore che sa cosa significa la trattativa, cercando di ottenere il risultato migliore, come sempre si fa in una trattativa. L'Austria non accettava, nonostante le pressioni tedesche, di consegnare il Trentino all'Italia. In cambio l'Italia o avrebbe mantenuto la neutralità o si sarebbe schierata addirittura con gli imperi centrali. A quel punto, il 26 aprile 1915, dinanzi all'ennesimo Nein dell'Asburgo, gli italiani trattano con l'intesa, trattano con l'Entente, trattano con Francia e Gran Bretagna, che gli concedono tutto quello che potevano concedere nel 1915. Teniamo conto che pochi mesi prima Parigi stava crollando sotto le armate tedesche, era bombardata. I serbi tenevano con difficoltà sul fronte della Drina. I russi avevano grandissime difficoltà, soprattutto con i tedeschi. Avevano perso a Tannenberg, avevano perso sui laghi Masuri. L'intesa era in difficoltà, l'Italia serviva. E allora quando qualcuno serve gli si concede tutto. E l'Italia, attraverso due figure fondamentali nella nostra storia, che sono il presidente del Consiglio Antonio Salandra, un conservatore, il primo presidente del Consiglio del Sud. Tutti i presidenti del Consiglio precedenti erano del Nord Italia, lui era il primo che veniva dalla Puglia e aveva una mentalità sicuramente diversa dai suoi predecessori, ma soprattutto il ministro degli esteri, Sidney Sonnino, nazionalista estremo. Costoro trattano con l'intesa e ottengono la promessa che una volta vinta la guerra ci sarebbe stata un'espansione dell'Italia non solo verso il Trentino, ma fino al Brennero, fino al confine con l'Austria, incorporando decine di migliaia di cittadini austriaci e tirolesi nello specifico. Non solo Trieste e l'Istria, ma anche una gran parte della Dalmazia, pensate fino a Split, a Spalato. Il controllo del porto di Valona da parte degli italiani, il protettorato sull'Albania. Tutto. Colonie. Appena i tedeschi vengono sconfitti, rimettiamo a posto le colonie in Africa. Così dicono, e vi diamo qualcosa, cari italiani. E ancora la partecipazione alle riparazioni dopo la guerra. I tedeschi, gli austriaci e tutti avrebbero dovuto pagare anche l'Italia. E ancora tante altre richieste italiane che vengono sostanzialmente accettate. Da notare un passaggio che riguarda l'Ungheria. Non si parla di Fiume, Rijeka. Non si parla. Anzi, Salandra, nelle sue memorie, il presidente del Consiglio, dice che Fiume resterà probabilmente all'Ungheria, una nuova Ungheria separata dall'impero. Poi arrivano i russi che propongono la creazione di una Croazia. Ma Fiume, che Rijeka, che è l'unica è la città che unisce l'Istria alla Dalmazia, non viene data, non viene promessa all'Italia. Il problema si ripresenterà alla fine della guerra. Questo patto di Londra resterà in qualche modo il sestante di riferimento di tutta la politica estera di Sidney Sonnino, ministro degli esteri dal 14 al 19. In Italia parliamo del governo Sonnino, perché è questo ministro degli esteri che fa la vera politica estera italiana. Gli altri sono quasi di sfondo. Salandra, il suo successore Boselli e il suo successore Orlando giocano una battaglia di sponda rispetto a questo ministro degli esteri. Sonnino rimarrà cementato a questo patto, continuerà a considerarlo valido, ma nel frattempo sono capitate tre cose. Primo, i popoli slavi del sud, croati, sloveni, bosniaci, insieme a serbi e montenegrini sviluppano un sentimento nazionale jugoslavo. Cominciano a sentire la possibilità, a cogliere l'idea che ci possa essere uno Stato slavo del sud, là oltre l'Adriatico. Secondo, nel 1917 le due rivoluzioni russe, in particolar modo, come è stato ricordato, la rivoluzione bolscevica, crea un nuovo problema ad est.
L'intesa ha paura, come nel 1792, che una nuova peste rivoluzionaria possa diffondersi ad ovest, in occidente. È necessario immaginare una nuova Europa, dopo la Prima Guerra Mondiale, con degli stati cuscinetto che arginino l'avanzata bolscevica. Ci vuole una Jugoslavia forte, insomma. E infine arrivano gli americani, arriva un presidente, Woodrow Wilson, che non vuole assolutamente sentir parlare di patti segreti e men che meno del Trattato di Londra. Si rinegozierà tutto, dice Wilson. A questo punto, nel 19, quando si giunge alla pace di Parigi, l'Italia si ritrova con Sonnino, con il nuovo presidente del Consiglio Orlando, a difendere una battaglia impossibile, perché le condizioni in politica estera sono profondamente mutate dal 15 al 18. Ma Sonnino non lo capisce. Tutti gli storici italiani sono unanimi nel dire che un grande uomo politico come Sidney Sonnino lì dimostra di essere un pessimo diplomatico. Non tratta. Continua a insistere. Anzi, a quel punto, visto che il 30 ottobre 1918 il Consiglio Nazionale Italiano di Rijeka, di Fiume, dichiara l'annessione all'Italia, lui aggiunge a tutto quello che è stato promesso a Londra anche Fiume. Patto di Londra più Fiume, questa è la proposta di Sonnino. L'intesa non lo ascolta più. La trattativa dura fino a che, cerco di essere anche molto rapido per evitare appunto una lezione di storia, la trattativa dura fino sostanzialmente a che la continua opposizione di Wilson spinge l'apparizione di un nuovo personaggio, un protagonista che noi ben conosciamo, Gabriele D'Annunzio. Il poeta soldato Gabriele D'Annunzio è il punto di riferimento di tutto l'interventismo nazionalista imperialista, mentre gli italiani malamente trattano con l'intesa il 24, e già prima della fine della guerra, il 24 ottobre 18, sul Corriere della Sera D'Annunzio pubblica quello che potremmo definire un lungo componimento poetico, dal titolo Vittoria nostra, non sarai mutilata. La vittoria mutilata. Da quel momento la vittoria mutilata diventerà un mito fondativo dell'Italia nazionalista e della futura Italia fascista. Mussolini riprenderà questa posizione sul suo giornale Il Popolo d'Italia, pubblicando la lettera ai Dalmati, di nuovo di D'Annunzio, dove addirittura si parlerà di congiura che è avvenuta a Versailles, si parlerà di porcinaglia, cioè maiali greci, e pidocchieria serba, cioè pidocchi serbi e maiali greci che stanno distruggendo il sogno di un'Italia grande e nazionale. Il razzismo, l'antislavismo presente nella cultura di D'Annunzio giunge persino a Parigi, giunge persino a Sonnino. Wilson continua a ripetere autodeterminazione dei popoli, ma, e qui sono d'accordo perfettamente con il collega e amico, quando dice che è curioso vedere un'intesa e gli Stati Uniti così attenti all'autodeterminazione dei popoli quando di mezzo ci vanno altre nazioni e così poco attenti quando riguardano i loro interessi. E allora Wilson accetta i mandati, la politica mandataria in Medio Oriente, accetta spostamenti di popolazione creando la Polonia ed altri stati, accetta senza problemi le amputazioni che subiscono gli ungheresi, pensiamo alla Transilvania, ma sull'Italia no. L'autodeterminazione ci vuole. Quindi i popoli slavi non potranno diventare italiani. Dall'altra parte gli italiani sono altrettanto ipocriti. Parlano di autodeterminazione per quanto riguarda Fiume, Rijeka, ma sono pronti ad arrivare al Brennero e quindi a occupare territori austriaci. Dunque, come vedete, una trattativa che prosegue sull'ipocrisia. Allora, come si conclude tutto questo? Secondo
La tendenza nazionalista, dannunziana, che prosegue con la sua battaglia sino a giungere ad occupare Fiume con i suoi legionari il 12 settembre del 19, questa vittoria è mutilata e deve essere riscattata attraverso una grande azione, diciamo, garibaldina. Ma in realtà io penso che la classe politica dirigente liberale di quegli anni, soprattutto personaggi come Vittorio Emanuele Orlando, ma soprattutto Francesco Saverio Nitti e il ministro degli esteri Carlo Sforza, che forse è il più lungimirante diplomatico che sostituisce finalmente il mio Pessonnino, riescano a ottenere, per quello che per me la vittoria è mutilata fino a un certo punto, riescano a ottenere qualcosa. Per quei 651.000 morti che gli italiani hanno pagato, alla fine l'Italia riesce a ottenere l'Istria, riesce a ottenere Zara, riesce a ottenere di fatto un protettorato de facto sull'Albania, riesce a ottenere nel 24 anche 91.000 chilometri quadrati di colonie, riesce a ottenere il Brennero, ma soprattutto, come dice un grande storico italiano che è Gianenrico Rusconi, da quel momento, che lo si voglia o meno, l'Italia diventa protagonista della politica estera europea. Si siederà di fatto al tavolo delle trattative dal 1920, trattato di Rapallo, quello che mette a posto le cose con la Jugoslavia, anche perché Wilson non c'è più e gli jugoslavi devono scendere a miti consigli, fino al 1940 compreso, fino al giugno, quando Mussolini decide di entrare in guerra al fianco di Hitler. Per tutti quegli anni, con cambiamenti di regime anche sostanziosi, l'Italia resta protagonista. Pensiamo al trattato di Stresa del 35, pensiamo al patto a 4 del 33. L'Italia in qualche modo ha ottenuto più di quanto la retorica nazionalista e fascista di Mussolini abbia voluto far credere. Ecco il mito della vittoria mutilata. Ma dall'altra parte c'è una mutilazione, e vado alla conclusione. Concludo. C'è una mutilazione, cari amici, e la mutilazione è una mutilazione gravissima per un paese in stato nascente. La mutilazione è un'inflazione galoppante nel 1919. La mutilazione è rappresentata da disoccupazione alle stelle, la riconversione industriale mette in ginocchio l'Italia. E cominciamo di nuovo ad assistere al flusso di emigrazione verso l'estero. Soprattutto abbiamo un'Italia in preda a una vera e propria guerra civile, con da un lato un ipernazionalismo e dall'altra parte un culto e un mito della rivoluzione proveniente da Oriente. Un'Italia che quindi cade nel baratro dello scontro intestino, e se c'è una vittima, diciamo, nobile della Prima Guerra Mondiale, è quello Stato liberale che per 40 anni aveva cercato di costruire un'Italia moderna e secolarizzata. Non c'è riuscito, perché è lo Stato liberale stesso a morire con la Prima Guerra Mondiale. Il risultato sarà una lunga dittatura e sarà una nuova guerra. Stavolta però davvero non ci sarà nessuna vittoria con la fine della Seconda Guerra Mondiale, ma per l'Italia ci sarà solo una profonda mutilazione negli animi. Grazie. Hát köszönjük ezt az izgalmas és lendületes előadást professzor úrnak. Volt szó a veszteségekről, és hát azt elmondhatjuk, hogy az osztrák-magyar monarchia az halottakban, csak halottakban 1,5 millió embert vesztett. Ennek egy jelentős része az olasz-magyar fronton vesztette életét, olasz részről pedig több mint 650 000 halott az első világháború mérlege, és hát ezekkel a borzasztó véráldozatokkal Magyarország az területének 72%-át elvesztette, Olaszország viszont területének mindössze 8%-át nyerte csak, Magyarország lakosságának 64%-át vesztette, nyilván ebben az akkori Horvátország is benne van, Olaszország viszont lakosságának csak 4,5%-ának megfelelő lakosra tetszer, tehát ennek a mind a világháborúnak, mind pedig azt gondolom, hogy a
rövid életű békének az abszurditását, azt egy elég kerek képet kaptunk most róla. Viszont, hogy ami még minket érdekel, az elhangozzon, kérdéseket szeretnék kérni. Egy kérdésünk van. Köszönöm. Nekem az olasz professzor úrhoz lenne egy olyan kérdésem, ami egy kicsit talán távolabb megy a témánktól, azért érint is. Itt Balog professzor úr előadásában elhangzott, hogy hát bár annak ellenére, hogy amikor 15-ben Olaszország belép a háborúba, akkor a központi hatalmak propagandától azért kap egy elég erős, ugye álnok Itália, illetve sok helyen macskaként ábrázolva Itália, meg a tördöfő Itália jelenik meg. De ugyanakkor ugye a két nép között, már a háború alatt is, tehát például magyar katonák visszaemlékezéseit olvasva, sem jelennek meg úgy, nem jelenik meg úgy az olasz ellenség, mint mondjuk az orosz muszka, vagy a kutya szerb, illetve még a románok sem ilyen színben tűnnek fel. Tehát, hogy a két nép között, főleg a háború után nem maradt meg ugye ez a ellenséges viszony, sőt például arra is van példa, hogy a Doberdón ülve valószínűleg a Kimegyek a doberdói harctérre című nótát, sőt nem is lehet tudni, hogy ezt most a magyar katonák vették át az olaszoktól, vagy fordítva, mert van ennek olasz változata is. Tehát a kérdésem az, hogy az olasz köztudatba, illetve emlékezetbe a magyar katona kép esetleg hogyan jelenik meg ebből a korszakból. Köszönöm. Köszönjük szépen. Sì, no, non è un nemico, non è, beh, ovviamente è un avversario, è chiaro, combatte contro di noi e quindi sì, è un avversario, no, non è un nemico. Teniamo conto alcuni aspetti storici legati al passato più lontano. L'Italia quando era nella sua fase risorgimentale, soprattutto tra il 1848 e il 1859, ha costanti rapporti con tutta l'insorgenza ungherese. Tutti coloro, da Lajos Kossuth in avanti, hanno combattuto contro gli Asburgo. Tenga conto di un aspetto. Nel 1859 i consoli dello Stato del Piemonte, che era ancora uno Stato indipendente, prima ancora che si concludesse l'unificazione dell'Italia, a Belgrado trattavano l'invio di armi a Budapest per aiutare le azioni contro le autorità asburgiche da parte dei patrioti ungheresi. I rapporti con l'Ungheria sono sempre rapporti più che buoni. Ancora nel 1914, all'interno della diplomazia dell'impero, l'Ungheria è quella che è molto più disponibile a concedere all'Italia quello che l'Italia vuole, in particolar modo il Trentino. Aggiungiamo che nella percezione del soldato italiano c'era un altro appartenente alle nazionalità degli Asburgo che invece faceva paura, era il croato. Il croato ricordava le dominazioni austriache in Lombardia, in Veneto, fino alla metà dell'Ottocento. Nei ricordi dei soldati italiani che combattono si parla raramente di ungheresi, quando se ne parla il rapporto è un rapporto comunque abbastanza neutro. Quando si parla di tedeschi, austriaci e croati, c'è una maggiore diciamo, tensione legata a ricordi antichi. Quindi io penso che la percezione dell'Ungheria come stato a sé stante rispetto all'impero fosse presente sia, come ho detto, nella diplomazia italiana. Ripeto di nuovo, il ministro Sonnino inizialmente durante le trattative con l'intesa propone che Rijeka
rimanga in uno stato ungherese, quindi c'è l'idea di mantenere un'Ungheria presente addirittura nel Mediterraneo, sia tra i soldati italiani che vedono nell'ungherese forse un dominato tanto quanto lo sono gli italiani di Trieste e di Trento. Spero di avere risposto. Köszönjük szépen a kimerítő választ, és hogyha van újabb kérdés, ha pedig nincsen, akkor meg szeretném köszönni professzor uraknak az előadást, Budapesti Olasz Kultúrintézetnek az együttműködés, kollégáimnak pedig a segítséget a rendezvény lebonyolításához, és örömmel jelentem be, hogy június 10-én 18 órakor az Uránia Nemzeti Filmszínházban kerül sor az újabb közös rendezvényünkre. Ez filmvetítés lesz, amelynek során Gilberto Martinelli Romanelli ezredes budapesti missziójáról szóló filmjét mutatjuk be, és a rendező úr is itt lesz, vele lesz a vetítés előtt egy rövid beszélgetés. Most köszönöm a figyelmet, és menjenek, élvezzék a jó időt, mert jön a hideg front.